Suhajda Szilárd, magyar expedíciós hegymászó. Elhunyt 2023. május 25 és 27-e között a Monteveresten. Suhajda Szilárd 1982. június 29-én született Békés Csabán. A Békés Csabai származású, de Esztergom városához is erősen kötődő angoltanár, Suhajda Szilárd hátizsákos túrázóként kezdte életének ezen szakaszát, majd eljutott a Kárpátokba, az esztergomi túrázókkal Erdélybe, illetve az Alpokba is. A Mont Blanc megmászása után végérvényesen beleszeretett ebbe a világba. 2014-ben Varga Csaba nagyváradi hegymászóval felmásztak a világ 12. legmagasabb csúcsára, a Broad Peakre, oxigénpalasz használata nélkül. 2019-ben első magyarként kísérő és oxigén nélkül mászta meg a világ egyik legnehezebb hegyének tartott K2-t, majd 2022. januárjában bejelentette, hogy ettől az időtől kezdve az 5 legmagasabb hegyre fog koncentrálni, ez a Big Five. A sorozat következő állomásán 2022. májusában sikerrel hódította meg ugyancsak egyedül, kísérő és oxigénpalack használata nélkül a Loccsét. Következő célja a Big Five legmagasabb tagjának, a Csomolungmának a megmászása. Május 21-én indult el az 5500 méteren fekvő alaptáborból, hogy a már korábban kiépített tábor helyét használva május 24-én feljusson a föld legmagasabb hegyére, a 8848 méter magas Monteverestre. Mindezt klasszikus alpin stílusban tervezte, oxigénpalack és a mászását segítő serpák nélkül. 2023. május 24-én a Monteverest csúcstámadása közben megszakadt vele a rádiókapcsolat. A háttércsapat a május 25-i esti órákban, miután információt kaptak arról, hogy a hegymászó 8780 méter magasan az úgynevezett Hilleri lépcső aljában fekszik eszméletlenül, fagyási sérülésekkel és magas hegyi agyödémára utaló jelekkel, megállapodott az expedíciót biztosító nepáli ügynökséggel abban, hogy 26-án reggel megkísérelnek helikopterrel feljutni olyan magasságba, ahonnan láthatják Suhajdát. Ezzel egy időben pedig a serpákat indítanak a hegymászóért, akik a remény szerint május 26-án a késői órákban felérhetnek hozzá. Május 27-én a mentőcsapat nem találta meg, és mivel a körülményeket figyelembe véve nem láttak esélyt arra, hogy életben találják, a keresést befejezték. Halálának oka magaslati betegség, oxigénhiány. De nézzük is először, hogy mi is a veszélyes a Monteverestnél. A világ tetején annyira oxigénszegény a levegő, hogy a test még akkor is elkezd szétbomlani, ha a hegymászó a csúcstámadás előtt megtette a szükséges akklimatizációs köröket. A mostani mászó szezon pedig garantálja tragédiákat, hiszen a jó idő miatt annyian torlódnak fel a csúcs közelében, hogy órákig kell sorban állni, mire az ember feljut az Everest tetejére. És ami a testünkkel történik, amíg azon a helyen várakozunk, ahol szó szerint minden másodperc számít, az egészen horrorisztikus. Nyolcezer méter felett már annyira alacsony a levegő oxigéntartalma, hogy az emberi test sejtről sejtre, percről percre elkezd meghalni. A sorsukra váró mászok agya és tüdeje fulladozik a ritka levegőn, megnő a szívroham és a stroke kockázata, az ítélőképességük pedig jelentősen leromlik. Hogy nagyjából el tudjuk képzelni, milyen lehet a halálzónában küzdeni, az egyik hegymászó leírta, milyen volt a csúcstámadás végkifejlete. Mint a futópadon gyötrődnék, miközben szívószálon keresztül próbálnánk meg levegőt venni. És mindezt még csak nem is szabad tüdővel, hanem oxigénpalasz használatával együtt élte így meg. Tengerszinten, ahol az átlag ember testműködésének a legoptimálisabbak a feltételek, a levegő oxigéntartalma átlagosan 21%, de ez már 3600 méter felett is 40%-kal kevesebb, és ennél feljebb csak tovább csökken. Az Everest sikeres megmászója tengerszinti oxigénhez képest annak csak negyedén éltek túl a magasban, amint az Jeremy Windsor a csúcsot 2007-ben meghódító orvos vérmintája is mutatta. Windsor szerint a mintája oxigéntartalma konkrétan a haldokló betegéhez mérhetően alacsony. A mászók akklimatizálódással igyekeznek felkészülni a magaslati pokorra, az Everest alaptáborokból a nepáli és a tibeti oldalon is várja az embereket, egy mindkettő élből 5000 méter felett fekvő tábor, általában legalább 3 túrát indítanak, mielőtt neki mennének a csúcstámadásnak. Az alapozó hetek során a test elkezd egyre több hemoglobint, a vörösvérsejtek oxigén szállítására szolgáló fehérjét termelni, a túl sok hemoglobin viszont úgy besűríti a vért, hogy a szívnek nehezére esik már pumpálnia, ez vezethet agyvérzéshez és tüdővizesedéshez is. A magaslati tüdőödémának nevezett jelenség tünetei, fáradékonyság, éjjeli fulladás, átlagos gyengeség, valamint makacs köhögés, ami fehér, habos folyadékot hoz fel a tüdőből. A köhögés néha olyan erős, hogy eltörnek benne a mászó bordái. A szív túlzott megterhelése is lehet végzetes, amint a vér oxigéntartalma egy bizonyos szint alá csökken, a szívverés percenként 140-re szökik fel, megnövelve a szívroham veszélyét. Az agyvérzéshez, melynek ezt a speciális fajtáját magaslati agyödémának hívják, közvetlenül az vezet, hogy az oxigénhánytól az agy elkezd megdagadni.
Már az ide vezető út is kínszenvedés, hány ingerrel, hányással, a gondolkodás lelassulásával jár, valamint azzal, hogy ebben az állapotban a mászok elveszítik a józan ítélőképességüket és elkezdenek rossz döntéseket hozni. Hamar felüti a fejét a magaslati pszichózis. Ilyenkor a mászok elfelejtetik, hol vannak, halucinálni kezdenek és fura dolgokat művelnek, akár elkezdhetik levetni a ruháikat, vagy képzeletbeli barátaikkal beszélgethetnek. 8000 méter felett a test minden elemében elkezd széthullani. Ilyenkor önmagában az alvás is kihívás, a testek pedig a hányás és az általános étvágytalanság miatt elkezdenek fogyni. Elsorvadnak az izmok, jöhet a hóvakság, elpattalhatnak a szem hajszálerei. Ez is vezetett olyan balesetekhez, melyek normális légzési viszonyok közepette nem fordulnának elő. A legyengült test és elme miatt a mászok eleshetnek és a mélybe zuhanhatnak. Ha valamiért lecsatlakoztak, elfelejthetik a biztonsági kötőhez visszarögzíteni magukat, és elkóborolhatnak a mászóösvényről, vagy elfeledkezhetnek az oxigénpalackról. Az Everest 8000. méterre feletti terület a csúcsot 1997-ben meghódító David Carter megfogalmazása szerint maga a földi pokol. A mászók ezért jellemzően megpróbálják egy nap alatt letudni a csúcsot, a lehető legkevesebb időt töltve a halálzónában. Hogy ez sikerüljön, mindennek lapolnia kell. A tervezett csúcsra jutás előtti nap este 10 óra körül hagyják el a halálzóna küszöbét jelentő 4-es tábort. A mászás első szakaszát így éjjel a csillagok és a fejlámpák fényénél kell teljesíteni. Ha minden jól megy, 7 órányi mászás után érnek fel a csúcsra. Innen pár perc pihenő és diadalittas szelfizés után már vissza is fordulnak, hogy megkezdjék az ereszkedést, mely azonban hosszabb, 12 órát is igénybe vehet. Ha minden jól megy, még sötétedés előtt maguk mögött hagyják a halálzónát és megpihenhetnek a 4-es táborban. Most májusban azonban akkora dugó alakult ki a jó idő miatt egyszerre romozó mászoktól, hogy volt, akinek maga a csúcs előtti sorban állást tartott 12 óráig. Május 22-én 250-en álltak sorba a csúcsnál, és a tömeg csak nem akart apadni. Néhány nap alatt 11 mászó halt meg az Everesten. A mostani szezon annyira sok áldozatot szedett már, hogy a mászóengedélyeket az üzlet nyereségessége miatt könnyű szívvel osztogató Nepál elkezdte fontolgatni, hogy a közeljövőben az engedély megszerzését a mászó tapasztaltságát és kiváló egészségügyi állapotát igazoló dokumentumokhoz kötik. A csúcsra vezető másik útvonalat adó Kína már eddig is sokkal szigorúbban adta ki az engedélyeket. Igaz, a kínai útvonal a csúcsra eleve hosszabb és nehezebb, azon az oldalon kevesebben is próbálkoznak, így nem is alakulnak ki halálos sorok. Az idén már 12-en haltak meg a Mount Everest megmászása közben. Az idei tavaszi mászószezonban 12-en vesztették életüket a Mount Everesten, és 5 hegymászót eltűntként tartanak nyilván. Egy kanadai hegymászó halálával 12-re emelkedett az idei tavaszi mászószezon halottainak száma a világ legmagasabb hegyén a Mount Everesten, további 5 embert, köztük Sohajda Szilárdot eltűntként tartanak számon, jelentette pénteken a The Himalaya nepáli portál. Jelenleg 5 olyan ember, 3 külföldi és 2 nepáli van, aki eltűntnek számít, illetve akivel nincs kapcsolat. Köztük említi a cikk a 40 éves Sohajda Szilárdot, akivel szerdán este szakadt meg a kommunikáció. Az eltűntek között van egy 33 éves süketném a malajziai hegymászó, akiről semmit nem tudni május 18-a óta, amikor a csúcsról visszatért a 4-es táborba. Egy indiai szingapúrinak 8500 méter magasságban veszett nyoma. Csütörtök óta nincs kapcsolat egy nepáli hegymászóval és helyi kísérőjével. De nézzük is meg, hogyan néz ki a Mount Everest. Hol vannak a táborok, merre van a csúcs, mi is maga a hegy? A Csomolungma, angolul Mount Everest, tibetül Csomolungma, nepáliul Szágarmanta, kínaiul Csomolungma Feng, a tengerszintől számítva a legmagasabb hegy a Földön. A Himalája a hegység része. A csúcsán halad át Kína és Nepál határvonala. A hegy 8848,86 méter magas, 2020-ban közzétett nepál-kínai közös mérések alapján, korábbi mérések 8840 és 8850 méter közötti magasságokat állapítottak meg, és évente kb. 4 mm-rel nő. A Csomolungma név tibeti eredetű, jelentése a földisten asszonya, míg a nepáli Szágarmanta jelentése a mennyország csúcsa.
Kialakulása és története geológiai értelemben 40 millió évvel ezelőtt kezdődött, amikor az indiai szubkontinens, gyakorlatilag a mai India, összeütközött az eurázsiai kőzetlemezzel. Ez a tektonikai folyamat gyűrte fel a Himalája hegység vonalatait. Csúcsa nem vulkáni eredetű kőzetekből, hanem a tengerrajzaton kialakult mészkőből áll, vagyis a hegymászok olyan mészfázas lények maradványain járnak, amelyek az egykori meleg óceánban éltek. A hegy csúcsát gletcserek csiszolták háromoldalú gúlává. Magassága. 1852-ben Radhanath Sikdar, indiai matematikus állapította meg először, hogy a Chomolungma a Föld legmagasabb hegye. Az első mérés 1856-ban 8839,2 métert adott, de 8840 métert jelentettek. Erre azért volt szükség, mert 8839,2 méter éppen 29 ezer lábnak felel meg, és azt az érzést keltette volna, hogy egy becsült adatról van szó. Az 1950-es évek indiai mérései szerint a magasság 8848 méter. Az 1998-as amerikai Everest expedíció GPS egységeket helyezett el a legmagasabb sziklára. Ezen a berendezésen keresztül 8850 méter magasságot kaptak. Az Everest a tektonikai lemezek mozgása miatt tovább nő évenként 3-5 mm-rel és évi 27 mm-rel mozdul el észak-kelet felé. 2005-ben a kínai állami földmérő és térképező iroda expedíciót indított a hegy magasságának megmérésére. 2005. május 22-én érték el a hegy csúcsát. 2005. október 9-én hozták nyilvánosságra eredményüket, mely szerint a Chomolungma magassága 8844,43 méter, plusz-minusz 0,21 méter. Az intézet szerint ez volt az addigi legpontosabb mérés. Számításai során csak a sziklákat vették figyelembe, a rajtuk lévő több méter havat és éget nem. 2020-ban közzétett nepáli-kínai közös mérések alapján a hegycsúcs magassága 8848,86 méter, ebbe bele van számítva a csúcson lévő állandó hó és jégéréteg is. A méréseket több száz fős csapatok végezték, a nepáli és kínai csapat egymástól függetlenül majd az eredményeket egyeztették. A számításokhoz trigonometriai módszereket és GNSS méréseket is alkalmaztak. Az Everest éri el a legnagyobb magasságot a tengerszinttől. A serpák hiedelemvilágában az istenként imádott hegy neve Chomolungma, ami annyit tesz a világ anyja. A Himalája neve az ősi indiai szanszkrit nyelvből eredeztethető, a hó otthona, hima, hó, álaja, hon, otthon. Ezek szerint helyes kiejtése Himalája lenne, de a németes hangsúly náluk is meghonosodott. Legmagasabb csúcsát az európaiak számára Sir George Everest fedezte fel. A hadmérnök ezredes méréseit 1852-ben fejezte be, és ekkor derült ki az is, hogy az angolok által Peak 15 néven ismert Chomolungma a világ legmagasabb csúcsa. Everest munkatársa és utódja nevezte le hegyet Mount Everestnek. Később tudták meg az angolok 1907-ben, hogy a csúcsnak már réges-régen volt tibeti neve. Sőt, az is kiderült, hogy a francia hittérítők térképei már szerepelt a tibeti név 1733-ban is. Azóta mindkét név használatban van. Megmászása, az első próbálkozás. 1924. június 8-án George Mallory és Andrew Irvine mindketten az Egyesült Királyságból kísérelték meg a csúcs elérését, de soha nem tértek vissza. Noel Oddell, az expedíció geológusa naplójában azt írta, hogy látta Mallory-t és Irvine-t a gerincen a végső piramis lábánál, aznap 12:50-kor. 1979-ben a kínai Wang Hongbao egy kísérőjének elárulta, hogy 1975-ben talált egy holttestet, akiről úgy gondolja, hogy Irvine, ám egy nappal azelőtt, hogy pontosan behatárolhatta volna a területet, meghalt. 1999-ben a Mallory és Irvine kutató expedíció megtalálta Mallory holttestét a régi kínai tábor közelében. Mallory ruházatának és holtteste környékének átkutatása után azonban fényképezőgépe nem került elő, a benne lévő film előhívása és az esetleges csúcsfotók előkerülése bizonyítékként szolgáltott volna, hogy valóban feljutott a csúcsra. Feltételezések szerint azonban Irvine-nál is lehetett a gép, akinek azonban ezidáig nem találták meg a holttestét. Mallory-nál leveleket, karórát, magasságmérőt, mindkettőt kutatók nélkül és egyéb személyes tárgyakat találtak. Lányának elmondása szerint Mallory egy fényképet vitt magával a feleségéről, melyet a csúcs elérése esetén hagyhatott volna fent, ezt sem találták meg holttesténél, ugyanakkor a csúcsot később sikeresen elért hegymászok sem jelentették, hogy látták volna. A Mallory zsebében talált védőszemüveg is arra enged következtetni, hogy Irvine-nal együtt felmásztak a csúcsra, és a visszaúton, amikor már sötétedni kezdett, ereszkedés közben érte őket a tragédia. Azonban ezek csak feltételezések, és mindez ideig nem sikerült bizonyítani, hogy ők értek volna föl a csúcsra elsőként. Irvine földi maradványainak hollétét még mindig homály fedi.
2010. januárjában Tom Holcell, amerikai történész közzétett egy feltételezést Irvine holttestének helyzetéről, amelyet expedícióval akar igazolni. Hillary és Tenzing. 1951-ben egy Eric Shipton által vezetett expedíció érkezett meg Nepálba, hogy felmérjen egy új útvonalat a déli oldalon. Az expedícióban részt vett Edmund Hillary is. 1952-ben egy svájci expedíció próbálta elérni a csúcsot a déli oldalon, de Raymond Lambert és Tenzing Norgay 200 méterre a csúcstól visszafordulásra kényszerült. A svájciak még abban az évben újra próbálkoztak, megint sikertelenül. 1953-ban a 9. brit expedíció, amelyet John Hunt vezetett, visszatért Nepálba. Hunt két tagú hegymászó csoportot választott ki a csúcs elérésére. Az egyik csoport sikertelenül tért vissza a hegyről. A következő napon a másik csoport próbált feljutni. 1953. május 29-én, helyi idő szerint 11 óra 30-kor az új-zélandi Edmund Hillary és a nepáli Tenzing Norgay elérte a Everest csúcsát. Néhány évvel később Tenzing elismerte, hogy Hillary tette először lábát a csúcsra. 2003-ban az első megmászás 50. évfordulójának ünneplése kapcsán Hillary fia, Peter és Tenzing fia, Jamling együtt sikeresen megmászták a csúcsot. Más nevezetes mászások. A nők közül elsőként 1975. május 16-án Tabai Junko japán hegymászónő ütött fel a Csomolumba Mount Everest csúcsára. Reinhold Messner az első olyan ismert hegymászó, aki oxigénpalaszt használta nélkül többször is járt a csúcson. Apa, születési nevén Lapka Tenzing Sherpa, nepáli Sherpa volt az első ember, aki 21 alkalommal mászta meg a Mount Everestet, többször, mint ő előtte bárki más. 2013 óta közösen tartja ezt a rekordot egy másik nepáli Sherpával, Purba Tashival. Magyar hegymászok kísérletei. A sajtó sokáig első magyarként hivatkozott a szlovákiai Zoltán Demjánra, aki 1984-ben ért fel a csúcsra egy csehszlovák expedíció keretében. Azonban Demján maga cáfolta, hogy magyar lenne. Alig beszél magyarul, és a Zoltán keresztnevet is nagyanyja hatására adták neki a szülei, ez okozhatta a félreértést. Az első magyar Csomolumba expedíciót dr. Nagy Sándor vezette 1996-ban. Az expedíciónak végül nem nyílt alkalma csúcstámadásra. Az expedíció egyetlen külföldi, osztrák tagja a legmagasabb, 8300 méteres hármas táborban életét vesztette. 2001-ben két magyar expedíció indult a hegyre. A hegy tibeti normál útjával próbálkozó csapatot Mécs László vezette, a másik csapat viszont a Csomolumba legnehezebbnek tartott keleti, avagy Kangshung falán mászott Klein Dávid vezetésével, Tibet Kárta völgy. A tibeti normál úttal próbálkozó csapat orvos hegymászója dr. Gárdos Sándor véletlenül egy széllökés okozta zuhanást követően életét vesztette. Első magyarként Erős Zsolt ért el a csúcsot 2002. május 25-én. Klein Dávid 2005 tavaszán ismét visszatért, egy nemzetközi expedíció tagjaként 8500 méterig jutott a hegy nepáli normál útján, egy szembevérzés és szaruhártya ödéma miatt oxigénpalackkal, amikor egy vihar és egy csapattársának halála miatt a visszafordulás mellett döntött. 2006 tavaszán szólóban palack nélkül 8450 méterig mászott a tibeti normál útvonalat követve. Erős szél és mély hó késztette visszafordulásra. 2007 májusában Várkonyi László és Klein Dávid a tibeti normál úton 8600 méter fölé jutottak, ismét palack nélkül. A terveikhez képest késő időpont miatt a visszafordulás mellett döntöttek. Seregi Tamás, magas hegyi kalandor a 7000 méteres északi nyeregig kísérte az expedíciót. A felsorolt expedíciós jellegű kísérleteken kívül Várkonyi László többször is, 1999-ben 8650 méter, 2000-ben 8400 méterrel próbálkozott a heggyel egyéni szervezésben. A csúcs elérésével 8-szor próbálkozott. 2007. május 23-án Nepál idő szerint 6 óra 50-kor Jelinkó Attila a déli útvonalon Nepál felől megközelítve a csúcsot oxigénpalackkal élt fel a Mount Everest tetejére. Ezzel ő a második magyar hegymászó, aki felért és az első amatőr is. 8600 méter felett eddig 5 magyar hegymászó fordult meg palack nélkül. Ács Zoltán, Erős Zsolt, Klein Dávid, Várkonyi László és Suhajda Szilárd. Az Everest palack nélküli megmászása továbbra is éléken foglalkoztatja a magyar expedíciós hegymászókat. 2009. május 21-én ugyan Anita első magyar nőként egy nemzetközi expedíció tagjaként Nepál felől feljutott a Mount Everestre oxigénpalack használatával. 2010. március 25-én Várkonyi László és Klein Dávid indult el Budapestről, hogy a magyar hegymászok közül elsőként oxigénpalack nélkül hódítsák meg a világ legmagasabb hegyét. Április 26-án délben azonban tragédiába torkolt a csúcskísérlet. Várkonyi László eltűnt, Klein Dávid könnyebb sérüléseket szenvedett.
2010. május 18-án ugyan Anita ismét Nepál felől érte el az Everest csúcsát. Eredetileg oxigénpalac használata nélkül tervezte az expedíciót sikerre vinni, ám torokgyulladása okán végül a 7000 méter feletti oxigénpalac használat mellett döntött. Ezzel ő lett az első magyar, aki egynél több alkalommal érte el az Everest csúcsát. 2016. május 20-án dr. Neszmélyi Emil, budapesti ügyvéd, aki önmagát inkább felfedezőnek és nem hegymászónak tartja, az északi tibeti útvonalon érte el a csúcsot, mint eddig minden magyar 7200 méter fölött oxigénpalac használatával. Teljesítményének hozadéka, hogy Magyarországot azon országok között jegyzik, amely rendelkeznek az északi és a déli útvonalon is sikeres csúcsmászással. Sok aszmás ember számára vált példaképpé, mert aszmás tünetei mellett ért el a csúcsot. A csúcstámadás alkalmával 4 alkalommal kapott aszmás rohamot, 8500 méteres magasság felett, majd a visszaúton 7500 métertől oxigénpalac nélkül volt kénytelen ereszkedni, mert az utolsó palackja gyártási hibás volt. 2018. május 18-án Németh Alexandra második magyar nőként Nepál felől jutott fel a Mount Everest csúcsára egy nemzetközi expedíció szervező csapatának tagjaként. Ezzel első magyarként teljesített 7 csúcs kihívást, abból is a Messner-féle listát. 2022. május 13-án dr. Neszmélyi Emil Nepál felől is feljutott a Mount Everest csúcsára, így ő lett az első magyar, aki Nepál és Tibet felől egyaránt felért a világ legmagasabb pontjára. Oxigénpalackot szintén 7200 métertől használt. Ezúttal aszmás tünetei lassították ugyan a haladását, de aszmás rohamot nem élt át. A csúcstámadás éjjelén a fagyos szélben fokozatosan elvesztette a látása nagy részét, így közel vakon ért csúcsot, majd ebben az állapotban jutott le 2 nap alatt a 2-es táborig. A látásvesztése ideiglenesnek bizonyult, 19 nappal a csúcstámadás után lassú javulás követően látása maradéktalanul helyreállt. 2023-ban Suhajda Szilárd klasszikus alpin stílusban oxigénpalack és mászás segítő serpák nélkül tervezte, hogy feljut a csúcsra. 2023. május 24-én a csúcstámadás közben megszakadt vele a rádiókapcsolat. A háttércsapat a május 25-i esti órákban, miután információt kaptak arról, hogy a hegymászó 8780 méter magasan, az úgynevezett Hilleri lépcső aljában fekszik eszméletlenül, fagyási sérülésekkel és a magashegyi agyödémára utaló jelekkel, megállapodott az expedíciót biztosító nepáli ügynökséggel abban, hogy 26-án reggel megkísérelnek helikopterrel feljutni olyan magasságba, ahonnan láthatják Suhajdát. Ezzel egy időben pedig a serpákat indítottak a hegymászóért. Május 27-én a mentőcsapat nem találta meg, és mivel a körülményeket figyelembe véve nem láttak esélyt arra, hogy életben találják, a keresést befejezték. Kedves bizalmi kör! Ma éjfélkor elindulok a Kyocera Everest expedíció csúcsmászó körére. Terveim szerint 3 nap múlva érem el az Everest déli nyergét, és onnan az úgynevezett 4-es táborból, 7950 méteres magasságból veszi kezdetét a tulajdonképpeni csúcsmászás. 3 nap múlva érem el a rajtvonalat. És ebben más, talán pont ebben más ez az expedíció, hogy bár a forgatókönyv is nagyon hasonló bármelyik másik korábbi csúcsmászáshoz, a stratégia is nagyon hasonló, de tudom azt, hogy ez a legnagyobb feladat. A legnagyobb feladat előtt állok. És ez az, ami mássá teszi ezt a mászást, ezt az expedíciót, és az előttem álló lényegében egy hetet. Az egyik kedves barátom azt mondta, karrierem csúcsa előtt állok. Való igaz, ez lehet karrierem csúcsa. Minden erőmmel azon vagyok, hogy sikerüljön elérni a legmagasabb pontot, és minden erőmmel azon vagyok, hogy visszatérjek onnan épségben. A legnagyobb feladat, és egyben talán mondhatom azt a legnagyobb kockázat is olyan értelemben, hogy nem jártam még ilyen magasságban. A K2-höz képest is egy új dimenziót jelent ez a plusz 237 méter. Nem tudom, hogy mi fog odafent történni. Annyit megígérhetek, hogy minden tőlem telhetőt megteszek, és abban pedig nagyon bízok, hogy mint eddig, most is józan, megfontolt és helyes döntéseket tudok majd hozni odafent, még oxigénszegény állapotban is.
Izgatott vagyok. Félek. De várom is. Nagyon várom. Minden jót kívánok nektek. A csúcsmászás után jelentkezem. Köszönöm, hogy velem tartotok. Köszönöm, hogy ilyen sokan figyelemmel kíséritek az expedíciót. Még egyszer. A legjobbakat innen, a messzeségből. Sziasztok! A Mount Everestet sikeresen meghódító magyar hegymászok. 2002. május 25. Erős Zsolt. 2007. május 23. Jelinkó Attila. 2009. május 21. Ugyan Anita. 2010. május 17-én a második feljutás dátuma. 2016. május 20. Neszmély Emil. 2022. május 13. a második feljutás dátuma. 2016. május 18. Németh Alexandra. 2023. május 14. Price Márton Péter. Mi is az a hét hegycsúcs? A hét hegycsúcshoz tartozó hegyek. Afrika, Kilimandzsáró, 5895 méter. Antarktisz, Winson, 4892 méter. Ausztrália és Óceánia, Puncak Jaya, 4884 méter, Messner lista, Mount Kosciuszko, 2228 méter, Bass lista. Európa, Elbrus, 5642 méter, Ázsia, Mount Everest, 8848 méter, Észak-Amerika, Denali, 6194 méter, és Dél-Amerika, Okunkangua, 6962 méter. Richard Bass és Reinhold Messner listái. A Richard Bass által megjelölt 7 hegyet tartalmazó lista teljesítését követően a legendás hegymászó Reinhold Messner, az első palasz nélküli Everest csúcsmászás teljesítő sportoló a világon, saját listát jelölt meg, amely abban különbözik a Bass listájától, hogy Ausztrália és Óceánia földrészének csúcsaként nem ausztrál szárazföldön található Mount Kosciuszko 2228 méter szerepel, hanem a szélesebb értelemben vett kontinentális platón Indonéziában található Puncak Jaya 4884 méterrel. A többi hegy viszont közös a kétféle listán, és az is, hogy egyiken sem szerepel a Mont Blanc Európa csúcsaként. A kihívás lényege, hogy Bass vagy Messner listáját teljesítse az erre vállalkozó. 2010. januárjában hozzávetőleg 275 ember teljesítette a két lista valamelyiket világszerte. 2019-ben ez a szám 400 körüli volt, ezek 30%-a mászta meg mind a két változatot. Bár összesen egy hegycsúcs magassága haladja meg a 8000 méteres tengerszint fölötti magasságot, a többi között is található kifejezetten nehéz mászás, különösen a Denali 6194 méterével és az Aconcagua 6962 méterével érdemel említést. Ezeken a hegyeken vesztette olyan hegymászó is az életét, aki több alkalommal mászta meg az Everestet. Kik azok a serpák? A serpák népcsoport, amely a Himalája északkeleti részén él a magas völgyekben, a névjelentése keletiek. 1953. május 29-e után váltak ismerté világszerte, miután Edmund Hillary, új-zélandi hegymászó és egy nepáli serpa, Tenzing Norgay segítségével elérte a Csomolungma csúcsát. Ettől kezdve a Himalája expedíciók megkerülhetetlen segítőjévé váltak, ez a tevékenység a népcsoport számára fontos jövedelmi forrás jelent. Éppen ezért a köztudatban sokszor a serpa szóhoz a hegyi vezető jelentését társítják, pedig a serpa népcsoport többsége nem végzi ezt a munkát. A serpák nomád, félnomád nép, a hagyomány szerint évezredekkel ezelőtt Kelet-Tibetből vándoroltak be, és telepedtek le a mai Nepál északi részén. A történészek szerint valamikor a 12. és a 15. század között vándorolhattak el eredeti élőhelyükről egy másik agresszív nép fenyegetése miatt, és érkeztek meg Tingri környékére. Itt összeütközésbe kerültek a helyi népcsoporttal, ezért új legelőket keresve érkeztek meg a Nepál területén található mai lakóhelyükre. A serpák falvai 3000 és 4300 méter között találhatók. Ezek a legmagasabban elhelyezkedő állandó emberi települések közé tartoznak. A serpák által lakott területen az átlaghőmérséklet erősen függ a település magasságától. Például a 3440 méter magasan fekvő Naudje faluban júliusban 12 Celsius az átlaghőmérséklet. Ezeket a területeket novembertől februárig hó takarja, ez lehetetlenné tesz bármilyen munkát a szabadban, így ebben az időszakban a serpák többsége alsóbb régióba költözik,
és csak az idősebbek maradnak télen a magasan fekvő lakóházakban. Februárban aztán a népesség visszatér a falvakba, és ekkor február 20-án tartják meg az újévi ünnepséget is. A következő 3 hónapot földműveléssel és vetéssel töltik. Májustól augusztusig tart az esős évszak, augusztustól novemberig jellemzően szárazabb és naposabb az idő, ilyenkor takarítják be a termést is. A serpa települések nagysága a néhány házból álló településtől a több mint 100 házból álló nagyobb falvakig terjed. Ez utóbbihoz tartozik például Kumdzsung vagy Namche Bazar. A magasabb területeken a ház rendszerint a tulajdonos birtokának közepén helyezkedik el. A házak kétszintes és sziklára épülnek, alul van az állatok istállója, itt tartják a takarmányt, az élelmiszert és a tüzelőt, felül az emberek lakhelye. A háztető rendszerint fából készül és sima és nehéz kövekkel rögzítik. A padló fából készül és szőnyeget terítenek rá. A tűzhely valamelyik falnál van, rendszerint fatüzelésű kályhából áll, amin főzni lehet és ami meleget is ad. A falak mentén polcok és fiókok vannak a háztartásban szükséges holmik tárolására. Egyéb bútor nem nagyon van a házban, a háziak a padlóra helyezett takarón ülnek és alszanak. A szoba egyik sarkában van a latrina és a szemétledobó. A hulladék az istálló szintjére hullik. A szobában kisebb buddhista oltár szolgál az imádkozás céljára. Az oltár előtt tömjént vagy vajlámpát égetnek, közelben Buddha vagy a Dalai Láma képét helyezik el. A serpák többsége Nyingmapa buddhista, amely a legrégebbi tibeti buddhista vallási ág, a hagyomány szerint Padmasambhava indiai szerzetes alapította a tanításai révén a 8. században, amely keveredik a nép misztikus hiedelem világával és a sámánizmussal. Ezért a serpa hiedelemvilágban Buddha és a buddhista istenségek mellett számon tartanak számtalan egyéb istenséget és démont is, akik a hegyekben, barlangokban és az erdőkben élnek. A legnagyobb hegyeket istenként imádják. A nyugati világ által Everestnek nevezett hegyet Csomolungmának hívják, ami annyit tesz, hogy a világ anyja. Több egyéb hegyet is istenként tisztelnek, a Makalu-hegy Shankar istent képviseli, ő Shiva. Vallásukban központi istenség a varázslatos fehér lován közeledő Manirimdu, akiről úgy gondolják, hogy a térség szent hegye. Kumbila testesíti meg. A Kumbila hegyet részben azért tartják szentnek, mert formája olyan, mint az istennek rituálisan felajánlott kupolakos ütemény, a torma. A serpák hiedelemvilágát a 4 évszak váltakozása befolyásolta, ezekhez istennőket színeket rendelnek és fesztiválokkal ünnepelnek meg. Igri Gyemó a nyár istennője, színe az azúr. Gungi Gyemó a tél istennője, színe a sárga. Tongy Gyemó az ősz istennője, színe a zöld. Csigi Gyemó a tavasz istennője, színe a piros. Híres serpák. Tenzing Norgay. Az ő nevéhez fűződik az első 1953-as sikeres Csomolungma megmászása. Lakka Serpa. 2000-ben megmászta a Csomolungmát egy történelmének számító kizárólag nőkből álló hegymászó expedícióban. Pem Dorji. 2004-ben gyorsasági rekordot állított fel. A Csomolungma csúcsát mindössze 8 óra 10 perc alatt érte el. Apa Serpa. 1990 és 2011 között összesen 21 alkalommal érte el a Csomolungma csúcsát. 2013-ban 53 évesen jelentette be visszavonulását a hegymászástól és az USA-ba költözött. Úgy nyilatkozott, hogy sose akart hegyet mászni, de szüksége volt a pénzre. Kamirita. Serpánál többször senki sem járt még a világ legmagasabb hegycsúcsán. Legújabb rekordját 2019. május 21-én kora reggel állította fel, amikor a hagyományos délkeleti útvonalon jutott fel a hegyre, ezzel 24-szer megmászva Csomolungmát. Csurim Serpa. Szintén női serpa 2012-ben 2-szer is elérte a Csomolungma csúcsát, gyakorlatilag egy héten belül, így bekerült a Guinness világrekordok könyvébe. 8000 méternél magasabb csúcs 14 van. A 14. Sisapangma 8027 méter. 13. Gasherbrum 2, 8035 méter. 12. Broad Peak 8047 méter. 11. Gasherbrum 1, 8068 méter. 10. Annapurna 8091 méter. 9. Nanga Parbat 8126 méter. 8. Manaslu 8163 méter. 7. Daulerigi 8167 méter. 6. Cho Oyu 8201 méter. 5. Makalu 8463 méter. 4. Loce 8516 méter. És a top 3, 3. Kanchenjunga 8586 méter. 2. K2 8611 méter.
és első és legmagasabb a Csomolumba 8848 méter. A magyar hegymászok közül Erős Zsolt a 14 8000 méternél magasabb csúcsok közül 10-et megmászott, halálát a Kanchenjunga 2013. május 21-i mászása körül érte. Varga Csaba 5 csúccsal a második helyen van, még szerencsére napjainkban életben van. A harmadik helyen két hegymászó áll 4 meghódított csúccsal, ugyan Anita, aki első magyar nőként mászta meg a Monteverestet, és Klein Dávid. Sokan járnak, illetve jártak 3 csúcs megmászással, mint például Ács Zoltán, Csolány Katalin, Mécs László és Suhajda Szilárd. Az Everest tragédiák. Az 1996-os mászószezon a hegymászás fekete éve, összesen 19 hegymászó halt meg. Május 10-én több hegymászot kapott el egy vihar a csúcs közelében, közülük 8-an meghaltak. A halottak között volt a tapasztalt Rob Hall és Scott Fisher, akik fizető expedíciót vezettek a csúcsra. A tragédia nagy nyilvánosságot kapott, és a 2015-ben bemutatott Everest című filmdrámában is feldolgozták. John Krakauer újságíró, aki az Outside magazinnak dolgozott, Hall csoportjában volt. Később egy könyvet jelentetett meg a tapasztalatairól, Ég és Jég címmel. Az eredeti címe Into the Air. 2004 májusában Kent Moore és John L. Semple a Torontói Egyetemtől úgy nyilatkozott a New Scientist magazinnak, hogy az időjárási feltételek vizsgálata szerint a tragédia napján az oxigén szintje 14%-kal alacsonyabb volt a szokásosnál. A 2006-os mászószezon végéig 2062-en érték el a csúcsot, akik közül 972-en 1998 óta. 2010-ig 216-al haltak meg mászás közben, körülbelül 120 test még mindig odafönt maradt. A hegyen olyan nehéz körülmények uralkodnak, hogy sok holttest még mindig ugyanott hever, és a hagyományos útvonalakról könnyen észre lehet venni őket. 2014. április 16-a újabb fekete nap lett a hegy történetében. Egy az Everest déli oldalát az 1-es és 2-es tábor közötti szakaszon elérő lavina 25, többségében az úton dolgozó serpát temetett el. Április 20-áig a mentőalakulatok 13 holttestet ástak ki, további 3 serpa biztosan elhunyt. A balesetnek további 9 sérültje is volt, egy részük súlyos. A súlyos tragédia nagy nemzetközi visszhangot váltott ki, és ismét felszínre hozta a himalájai modern hegymászás és a serpák munkakörülményeiről folyó vitákat. A legtöbb expedíció oxigénmaszkokat és oxigéntartályokat visz magával 8000 méter fölé. Ezt a régiót nevezik halálzónának. Az Everestet meg lehet mászni kiegészítő oxigén nélkül, de a különleges felkészülést igényel és növeli a kockázatot is. Alacsony oxigén szinten ugyanis nehéz tisztán gondolkodni, miközben a rossz időjárási körülmények között alacsony hőmérsékleten és a nehéz útvonalakon gyakran kell gyors, pontos döntéseket hozni. 2015. április 25-én igen erős, a Richter skála szerint 7,8-as erősségű földrengés rázta meg a térséget. A hegyen a földrengés hatalmas károkat okozott és lényegében véget vetett a 2015-ös hegymászó idejének az Everesten. A földrengés követő hatalmas lavinák az Everest alaptábor teljesen romba döntötték, megölve legalább 22 embert és megsebesítve 61-et. Ez volt a hegy történetének eddig legsúlyosabb tragédiája. A csapdába esett túlélőkért kiterjedt mentő akció indult, a mentőcsapatok több mint 60 embert hoztak le a hegyről. Az elmúlt néhány évben bekövetkezett sorozatos tragédiák az elsősorban csoportosan, fizetett útrészeként oxigénpalacban mászok számának rendkívül emelkedése és ebből kifolyólag a táborokban tapasztalható évről évre növekvő kaotikus állapotok hatására a nepáli kormány bejelentette, hogy a jövőben megszigorítják a mászási engedély kiadását. Az intézkedés elsődleges célja, hogy a legveszélyeztetettebb, tapasztalatlan, idős, esetleg nagyon fiatal mászokat eltiltsa a kísérletezéstől, így csökkentve a kockázatot. A helyzetet bonyolítja, hogy a hegy körül élőknek gyakran a magashegyi turizmus az egyetlen bevételi forrásuk. A 2015-ös idényben a lavinák után minden csoport elhagyta az alaptábort, így 2015 az első év 1974 óta, hogy senki sem jutott fel a csúcsra. A 2016-os mászóidényben a szigorítások ellenére több mint 450-en mászták meg sikeresen a hegyet, az idény végül 5 halálos áldozattal végződött. Nézzük is meg az Everest táborait, hogy hogyan lehet feljutni a csúcsra. Első, az Everest alaptábor elhelyezkedése és magassága. Az Everest alaptábor túra esetében leginkább a déli, nepáli oldalon lévő déli base campre szoktak hivatkozni. Az 5344 méteren fekvő Everest Base Camp a Monteverestre induló hegymászok alaptábora. Emellett a Himalája legnépszerűbb trekking célpontja, melyet évente sok ezer túrázó vesz célba. Az alaptábor magasságában a hegymászó szervezete, még ha lassan is, de képes regenerálódni, a felső magaslati táboroknál komfortosabbak a sátrak, itt a hegymászó feltöltődhet, kipihenheti az akklimatizáció fáradalmait. Az út kulcshelye és egyben legveszélyesebb része a Kumbu-gleccser meredek jégesése az alaptábor és az egyes tábor között.
A meredek jégfolyam napi 1 méteres sebességgel mozog, teljesen széttöredezik, hatalmas és instabil jégoszlopok erdejét alkotva. Az áthaladás egyenlő az orosz rulettel. Minden évben a Gletscher doktorok erre kijelölt serpa csapat építi ki a jéglabirintuson keresztül vezető utat, és javítgatják, ahogy a tornyok bedőlnek. Ezen a szinten már az emberi szervezet nem képes regenerálódni, a szervezet oxigén ellátottsági szintje jelentősen csökken, csak rövid időre tud akklimatizálódni ez a magassághoz. Egyes tábor 5944 méter, itt az oxigén ellátottsága 65%-os. A kettes tábor már 6400 méter magasan van, itt az oxigén már csak 50%-os, a hármas tábor pedig 7163 méter magasan van. A jégesésen túljutva a mászás a kettes tábor felett a meredek Locse falon folytatódik. A hármas tábor a meredek Locse fészen található, sátrakkal 7100 és 7300 méter között van felállítva. Minden csapat keskeny, kemény, havas hegygerincen állítja fel az alvósátrait, általában miután a jégcsákányokkal kiütött egy sík felületet. A hármas táborban nincsenek nagy sátrak, felszerelés sátrak, stb. Ez csak egy menedék, ahol ételt készíthet, havat ivóvízzel olvaszhat és fedél alatt alhat. A négyes utolsó tábor a déli nyeregnél található 7950-8000 méteren. Itt kezdődik a halálzóna, 8000 méter feletti rész. A Földön 14 hegy magasodik 8000 méter fölé, a nyugalmi pulzusszám megemelkedik, a véroxigén szint drasztikus értékre csökken, akár halucináció is jelentkezhet, pótolagos oxigén nélkül a hegymászó kemény harcot vív az idővel. A szervezet oxigén ellátottsága 30%. A déli nyereg felett már a csúcstömb gerincén vezet az út. Az erkély, balkoni 8400 méter magas, után a déli csúcs következik, ami 8750 méter, majd egy kitett, pengeéles gerinc a Hilleri lépcsőig, balra 2,4 km, jobbra 3 km mély szakadék. Ez egy 12 méter magas sziklafelszökés, a legkomolyabb akadály a csúcs felé vezető úton. Itt is rengeteg a fix kötél, viszont egyszerre csak egymászó tud rajta mozogni, így rendszeres a sorban állás. Egy jó idős csúcsnapokon akár 200 mászó is próbálkozik, kerülő út nincs. Komoly veszélyforrás, hiszen a sebesség nem csak a siker, de a biztonságos visszatérés miatt is életbevágó. Hirtelen kitörő vihar esetén pedig halálos csapdát jelent. De nem csak a csúcstámadás embertelen, nagyon fontos a visszaérkezés, ereszkedés is, amit időben el kell kezdeni, és amint lehet, vissza kell érni a 4-es vagy a 3-as táborba. Nézzük is meg Suhajda Szilárd történetét kicsit bővebben és részletesebben. A tragikus sorsú magyar hegymászó Suhajda Szilárd arra készült, hogy pótolagos oxigén használata nélkül és serpák segítsége nélkül jusson fel a világ legmagasabb pontjára, a Mount Everest csúcsára. A május 27-én meghalt hegymászó borzasztóan nehéz küldetésre vállalkozott, hiszen idén tavasszal már 17-en tűntek el a csúcstámadás közben az Everesten, amely minden idők legtragikusabb mutatójának tekinthető. Az időjárás meglegedésének köszönhetően a kiolvadt jégtakaró alól még előkerülhet Suhajda Szilárd holtteste, de a gyászoló család döntésének szerint a magyar hegymászó végső nyughelye az Everest marad. A 40 éves magyar alpinista egyedül teherhordók és pótolagos oxigén használata nélkül készült megmászni a Föld legmagasabb, 8848 méter magas csúcsát, azonban május 23-án indult a csúcstámadásról már nem tért vissza. Suhajda Szilárd megtalálásáért mindent megtett az érte küldött mentőcsapat, de nem járt sikerrel, ezért befejezték a keresést. A magyar hegymászó legutóbb május 24-én szerda délelőtt adott magáról életjelet műholdas telefonon, nagyjából 8700 méteres magasságból, akkor azt mondta, 3-4 óra múlva elérheti a csúcsot. A Hilleri lépcső magasságában érkezett utoljára jel a nyomkövetőjéről, ez volt az utolsó lokáció, ahonnan a pozíciója még érzékelhető volt. Suhajda Szilárdról az utolsó fotó május 24-én készült, ekkor tért vissza a reggel 7 óra 30-kor az Everest csúcsáról Ben Ferrer, a Seven Summit Climbs csapattagja, aki találkozott a magyar hegymászóval. Ferrer készített egy fotót Suhajdáról, de soha nem gondolta volna, hogy ez lesz az utolsó képi felvétel a 40 éves sportemberről. Megkérdezte, hogy milyen messze van még az erkély, de közben eléggé fáradtnak tűnt. Amiből én rosszul arra következtettem, hogy közli a csapatával a helyzetét és esetleg visszafordul, idézte Suhajda Szilárdot Ben Ferrer. Hozzátette, hogy szerinte az volt az év legmegfelelőbb napja a csúcsmászásra, mivel a meleg hőmérséklet mellett kevesen tartózkodtak fent, a szél se fújt, sőt, viharfelhőket sem igen lehetett látni az égen. Hat órával a találkozás követően Suhajda Szilárdot már az erkély fölött látta Elia Saikali, aki ugyan megpróbált kommunikálni vele, de már nem tudott. Árulta el Saikali. Hiába szólítottam meg, nem válaszolt.
Nagyon eltökéltnek tűnt, lassan, de biztosan haladt felfelé. Látszott rajta, hogy kemény fából faragták. A két szemtanú beszámolója ezzel alaposan rácáfolt egy elterjedt teóriára, miszerint sokan voltak a Monteveresten, és emiatt Suajda Szilárd elakadt, ami hátrát adta a csúcskísérletben. Ráadásul Ferrer közlése szerint az időjárás is megfelelő lehetett azon a napon, amikor a magyar mászó eltűnt. A serpák 6500 méter magasan valamivel a kettes tábor felett bukkantak rá a magyar hegymászó sátrára és felszereléseire. A Jacky és a sátor, ami több nap a tragédia után is stabilan állt, 6500 méter magasan van, ezeket minden bizonnyal a magyar hegymászó hagyta hátra. A serpa, aki rábukkant a felszerelésre, szinte biztos benne, hogy ezek a magyar alpinista holmiai, a képeken pedig valóban jól kivehetők s a Suhajda expedícióját támogató cégek logói. Suhajda Szilárd az egyik legeredményesebb magyar expedíciós hegymászó volt. 2014-ben a 8051 méteres Broad Peak-et, 2019-ben első és máig egyetlen magyarként a 8611 méteres K2-t, 2022-ben pedig a 8516 méteres locsét mászta meg pótolagos oxigén használata és magas hegyi teherhordok segítsége nélkül. A Monteveresten a nyomkövetője alapján mért 8795 méteres elért magassággal, Suhajda a legmagasabbra jutott honfitársunk palack és serpák nélkül. A magyar hegymászó három akklimatizációs kört követően május 23-án este a 7900 méteren található 4-es táborból kezdte meg a csúcskísérletet. Időközben kiderült, hogy a GPS jeladó nem működött megfelelően, május 21-én magyar idő szerint 15 óra 47-kor érkezett tőle az utolsó életjel 8795 méter magasságból. A következő napon, május 25-én reggel egy csúcsot megjárt serpa beazonosította a Csomolumához vezető utolsó szakasz az úgynevezett Hilleri lépcső mellett, ekkor még mutatott életjeleket. Később több tapasztalt hegyi vezetőt indítottak el érte, de nem találták meg. Suhajda Szilárd. A végső szót mindig a hegy mondja ki. Izgatott vagyok, félek, de várom is, nagyon várom. Ez volt Suhajda Szilárd utolsó videóüzenete a csúcstámadás előtt. Arról beszélt benne, hogy reméli, oxigénszegény állapotban is képes lesz józan és megfonton döntéseket hozni. Hogy pontosan mi történt, azóta sem tudja senki. Annyi biztos, hogy a mászok közül többen is nehézségekkel küzdöttek. Sokan ugyanis megbetegedtek az alaptáborban, volt, aki felső légúti tünetek miatt el sem tudott indulni a csúcsra. Az expedíció kommunikációs vezetője szerint a betegek egy közös étkezősátorban voltak, prüszköltek, köhögtek és a használt zsebkendőt simán kitették az asztalra. Pintér László azt mondta, Szilárd ezt szóvá is tette, mondván, ne betegítsék meg egymást. Amit a csúcstámadásról tudni kell, mert szinte mindenki van számítva. A hegymászó a 4-es táborból indul el hajnalban, ami 7900 méter magasan van. A sötétben való indulás azért fontos, mert minden óra pontosan ki van számolva, amíg elérnek a csúcsig. A sötét nagyon veszélyes, elég egy apró hiba és a mászó a mélybe csúszhat, ráadásul itt lépnek be a halálzónába, ami a 8000 méter feletti részt jelenti. Itt nagyon kevés az oxigén, az ember teste lelassul, az élethez szükséges dolgok eltűnnek. A következő főállomás az erkély, angolul The Balcony, ami már 8400 méter magasan van, ez egy perem, ami a hegymászok utolsó felkészülési helye a csúcstámadás előtt, és kivált kép jó meteorológiai és tájékozódási szempont, mert innen jól fel tudják mérni a csúcsig lévő lehetőségeket. Időjárás, mászótömeg, szél, hó, vihar. Az erkélytől jön a következő állomás, a déli csúcs, ami 8750 méteren van. Itt a hegymászok rendszerint hagynak tartalék oxigénpalackokat a csúcs elérés utáni visszaereszkedéshez. A déli csúcstól egy pengelyes gerinc és jön a nevezetes Hilleri lépcső, ami 8790 méteren van, ami veszélyes benne elsődlegesen az odaérés, mivel egy szűk gerincen kell mászni, ahol két ember egymás mellett már nem fér el, jobbra 3 km, balra 2,4 km mély szakadék van. Aki megcsúszik vagy leesik, 100%, hogy befejezte az életét. A Hilleri lépcsőt elérve és a 12 méter magas sziklafelszökés megmászva, ahol rengeteg fix biztosító kötél segít a mászoknak, szinte már minden akadály elhárult a csúcsig törő mászásban. Alig 40 méter van a csúcsig, a Monteveres csúcsáig a Csomolumáig, ami 8848 méterre magasodik ki. A hegymászoknak ezt az embertelen utolsó napi mászást felfelé úgy kell véghez vinniük, hogy a csúcsot el kell érni 13 óra 30-ig, ott egy gyors szelfizés vagy videózás, majd legkésőbb 14 órakor vissza kell indulni. Ezért is indulnak el még hajnalban a csúcstámadásra, hogy időben felérjenek, ha az időjárás és más tényező is engedi. A maximum 14 órakor történő visszaereszkedést meg kell kezdeni, ami ugyanolyan, ha nem jobban fontos, mint a mászás. Hilleri lépcső, déli csúcs, majd az erkély.
A hegymászó akkor ér el sikert a csúcs elérését követően, ha az ereszkedéssel a sötétedésig eléri legalább a 4-es tábort, ami 7900 méteren van, de ha megy tovább, akkor a 7300-7400 méteren fekvő 3-as tábort is. Ez nem csak a pihenés, de az oxigénhiány, a regenerálódás és a kihűlés ellen, az agy és a tüdőödéma elkerülése miatt is fontos. Szilárd végül megkezdte a csúcstámadást. Nyomkövetője 8795 méter magasra jelzett utoljára. Két fős háttércsapatával, akik itthonról tartották vele a kapcsolatot, 8630 méteren beszélt utoljára. Tudta, hogy idő szűkében van, de eltökélt volt. Az ember nem szól bele innen lentről, hogy a mászó mit csinál, ő ment oda, ez az ő döntése, ő küzdött érte. És bíztunk benne, hogy ő még lesz olyan erőben, hogyha el is éri a csúcsot, akár későn, hogy még onnan vissza fog térni. Fogalmazott Pintér László hozzátéve, mindez nem volt olyan projekt, ami esetében sikertelenség, esetleg tragédia várható. A hegymászó eltűnése és halála a csapat számára döbbenetes fordulat volt, a kommunikációs vezető szerint eltart egy ideig, míg ezt feldolgozzák. A kapcsolat néhány órával az utolsó hívás után végre megszakadt a mászóval. Az érte küldött serpák egyike a Világgazdaságnak azt mondta, megtalálták Szilárd sátrát a 4-es táborban, körülbelül 7950 méteren. A sátorban sisakokat, kesztyűt és gyógyszereket is találtak, azokat lehozták, a holttestet azonban hiába keresték. A légi felderítés ugyanakkor még folyamatban van. A holttest azonban a család kérésére mindenképpen a hegyen marad. Ha biztonságosan megközelíthető helyen van, akkor a mászó eszközeit elhozza a mentőcsapat. Egyrészt, hogy pontosabb képet kapjanak a történtekről, másrészt utolsó emlékként a családnak, akik azt kérték, a nyilvánosság kizárásával gyászolhassanak. Jelenlegi adatok szerint a magyarok közül Sohajda Szilárd jutott a legmagasabbra az Everesten oxigénpalac nélkül. Nedecki Júlia hegymászó pszichológus szerint az sem kizárt, hogy a csúcsot is elérte, csak meghibásodott nyomkövetője nem küldött adatokat róla. Szilárd egy nagyon erős ember volt, nagyon elszánt, úgyhogy én sajnos el tudom képzelni, hogy ő addig ment, amíg fel nem ért, vélekedett. A hegymászó az első magyar nő, aki járt 8000 méter felett. Híradónknak azt mondta, a csúcs közelében Sohajda Szilárd véletlenül rossz döntést hozott, mert az emberi szervezet számára extrém körülmények között úgy ítélte meg, hogy sikeresen visszaér majd az alaptáborba. Annyit megígérhetek, hogy minden tőlem telhetőt megteszek, és abban pedig nagyon bízok, hogy mint eddig, most is józan, megfontolt és helyes döntéseket tudok majd hozni odafent, még oxigénszegény állapotban is. Izgatott vagyok. Félek. De várom is. Nagyon várom. Minden jót kívánok nektek. A csúcsmászás után jelentkezem. Köszönöm, hogy velem tartotok. Köszönöm, hogy ilyen sokan figyelemmel kíséritek az expedíciót. Még egyszer. A legjobbakat innen, a messzeségből. Sziasztok!